Szerusztok! Elkészítem ezt a videót magyarul is, mivel csináltam egyet angolul, és az volt a témája annak a rövid videónak, hogy mit kezdjek akkor, hogyha az elmém ilyen ijesztő képeket hoz fel, vagy ilyen ijesztő érzések tárulnak fel bennem. Ugye angolul, én nekem az a könyvem már megvan 2015 óta, és a, a német fordítás is létezik már 2018 óta, de mivel magyarul nincs meg, ezért egy pár mondatban elmondom, hogy miről szól a könyvnek a bevezetője. Az első fejezetben, azaz a bevezetésben, elmesélem az elmének így a, az álvános mechanikáját. Az elme az egy felvevő készülék, és minden emlékszik, amivelünk valaha is történt. Ebbe benne van minden. És ez úgy veszi föl az elménk a, a dolgokat, meg a történeteket, mint egy ilyen biztonsági kamera. Tehát nem minden feltétlenül HD-s, meg szép színes, hanem csak ilyen kis kockák, bum-bum-bum-bum-bum, és szépen uh, gyűlik, csak gyűlik-gyűlik ugye az emlék. És nagyon sokan kérdeztétek tőlem, és ugye dolgoztam is egy a, a, a páratokkal, most már személyesen is, és az volt a kérdés, hogy jasztusan most jönnek ezek a nagyon félelmetes ilyen középkori, meg őskori történetek, ilyen traumaszerűségek. Most valamit rosszul csinálok, mert múlt héten voltam, tudod, ilyen meg ilyen hipnózison, meg széta healingen, meg tudod, családállításon, és azóta van. Semmi köze hozzá. Az elme, amit mutat, az azt jelenti, hogy a következő rétegre te felkészültél. Oké? Okay? Tehát lehet, hogy az az oldás, ami volt a múlt héten vagy két héttel ezelőtt, az, az feloldotta pont ezt a dugót, és akkor kijött a dugó ugye a peskős üvegből, és akkor most végre feltárul az, ami mindig is ott volt, és mindig is zavart, de most már meg kell, hogy old. Tehát az elme, amikor ilyen dolgokat felhoz a felszínre, egy és egy és egy oknál fogva hozza fel. Azt kér tőled, hogy old meg. Ez az univerzum kéri tőled, hogy old meg ezt a történetet, vagy ezt a bizonyos érzést, de mivel nagyon sokan csak a történetre fókuszálnak, én mindig mondom, a történet engem annyira nem érdekel, hogy mi történt, mert az alatt a metafora és a szimbolizmus az, amit meg kell oldani. Tehát az jó tudni, hogy mi történt, mert az a felső sáv, ugye az a felső a hangsáv, vagy videósáv, amire mi emlékszünk, alatta viszont a tudat alattiban ott van több tízezer olyan láthatatlan sáv, ami a szimbolizmust és a metafora lényegét takarja, azaz ott van a megoldás. A könyvemben, a bevezetőben írok egy olyan példáról, hogy például az elméd, most egyszerű példa felhozva, felhoz egy farkast. Az, aki fél a farkastól, akkor félemet félelmet fog kelteni, de igazán lehet, hogy abszolút nem arról szól. Ezt a farkast, ezt lehet, hogy azért jött fel, vagy azért hozta fel az univerzum az elméden keresztül, mert farkas, éhes vagy, és valamit el kell fogyasztanod. Lehet, hogy magányos, farkas vagy, és ez a magányos, farkas életmód ez nem illik hozzád, nem illik rád. Lehet, hogy te azért vonultál a háttérben, mert volt valami traumád, vagy megszégyenítettek, és most tudod, inkább elzárkoztál a világtól, de ez a magányos farkas, mint egy metafora, az univerzum mondja, hogy te, ez most már nem áll jól, ezt old meg, ezt gyógyítsd meg. Jó? És ahogy említettem, ezek a szimbolizmusok és a metaforák, ezek igazán ez a spirituális pszichológiának a lényege. Több tízezer van, ezért nem egyszerű. Tehát sokan ugye kérdeztétek tőlem is így Facebook Messengeren keresztül, hogy most mit jelent ez, mi, mi van akkor, hogyha ha a, mit tudom én, a cukorbeteg valaki, mit jelent az, hogy valakinek allergiája van, mit jelent az, hogy valakinek kapcsolatbeli problémája van, és ez minden, minden válasz valamilyen szinten egy metaforának és annak az értelmezése. Jó? Tehát, ha bármi följön, lehet, hogy nem lesz kellem, kellemes, vagy kényelmes, akkor kérdezd meg, hogy ez mit jelent, és mi az, amit meg kell, hogy oldjak. Van még egy nagyon ilyen bátorító, ilyen erőt adó kérdés, amit úgy hangzik, hogy hogy teremtettem én ezt meg, és mi ebben nekem a megoldani való. És ez azért jó, mert a legtöbb ember, ugye, aki nem ismeri az elmének így a, a, működését és a trükkjeit, nagyon-nagyon könnyen megijed, ezek többé az, hogy valami rosszat csinált. Most képzeld el, hogy feljön egy olyan emlék, hogy te a múltban, mit tudom én, több száz évvel ezelőtt, úgy, mint a Hámed a Mel Gibson, ugye abban a moziban csak karda, a hadonászik, és fú, tudod, üt, meg, me, me arat. Ez, a, ez, én vagyok. Ez a harcos, ez a gyilkos harcos. Hát lehet, ez is egy, egy verzió, vagy lehet, hogy te egy szemtanúja voltál valaminek ott, és ezt a szemtanúságot, ezt a megrekedt energiát te még nem hevelted ki. Ezért sokatoknak mondtam már személyesen is, meg így videókon keresztül, hogy ne vegyetek semmit magatokra, ne vegyetek semmit személyesen. Azok az idők elmúltak. Ez a személyre magunkra venni dolgokat, ez tavaly december 25-ében megállt. A kollektív rosszul minden, és ha rajtad keresztül jön fel valami, az nem azt jelenti, hogy te csináltad, hanem téged kért meg az univerzum, hogy old meg. Jó? Ezért kellenek ezek a regressziós technikák, ezért kellenek a részintegrációs technikák, ezért kellenek az árnyintegrációs technikák, hogy ezeket a metaforákat mi szépen dekódoljuk, és utána Semlegesítsük. Talán ezt említettem már, hogy ez egy másik tévhit, hogy az emberek az elméből próbálnak kitörölni emlékeket. Soha, soha, soha nem fogsz tudni kitörölni. Azt nem szabad. Semlegesíteni kell, mert az elmének még van egy olyan funkciója, hogy ha már megoldottál valamit, és igazán lementél, a oké, rokik, akkor az már soha többet nem fogja magát. Úgy mondjam, reprodukálni vagy prezentálni. Jó? Tehát ami emlék feljön, ami kép feljön, a érzés fején, az csak azért van, mert vagy az megoldatlan, vagy az alatta lévő rétegek megoldatlanok. És akkor erre igaz az a négy dolog, amit mond, mindig mondtam, elengedni a negatív érzelmeket, elengedni a romboló, az a korlátozó hiedelmeket, integrálni a rész, ugye, ezeket a részeket, a töredezett elme, hogy hívom, és utána integrálni az árnyakat, és betenni magadnak egy olyan célt, egy olyan Jöjjön útirányt, hogy tartsál valami fele, neked sikert ad. Tehát ez, ezzel az öttel, hogyha tényleg megbarátkoztok, akkor fantasztikus jó életet lehet nagyon gyorsan teremteni. Oké, okay? köszönöm szépen, és akkor majd a következő videón találkozunk. Szervusztok!